Zajlik a kozmetikus képzés a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumban. A tanulók egyik fele sminkelni tanul, másik fele az arc megtisztításának módját sajátítja el. Az iskolában kétféleképpen lehet kozmetikusnak tanulni, egyrészt érettségit követően. Ekkor fél évig tart az alapképzés, majd az alapvizsga következik. Azt követően választhatják ki a szakmát. Így tett Pilisi Réka is. Nagy álma volt, hogy kozmetikusnak tanuljon. Szeret sminkelni, masszírozni, és mindig érdekelte a szépségipar, az új kozmetikai kezelések. Már nagyon régóta érdekelt, nagyon szerettem sminkelni, ez mindig is érdekelt, és aztán a mostani osztályfőnökömtől tájékozottam, hogy is van ez a képzés, mi szükséges ide, és aztán úgy döntöttem, hogy jelentkezek ebbe a suliba. Az iskolában az 5 éves technikumon belül is lehetőség van kozmetikusnak tanulni. A 10. évfolyam végén határozhatnak a diákok arról, hogy kozmetikusnak, fodrásznak vagy kézápolónak tanulnak-e tovább, esetleg váltanak szakképző iskola, illetve a gimnázium felé. Fél évig, érettségi utáni képzésről, ha beszélünk, akkor körülbelül fél év az az időszak, amikor alapképzésben vesznek részt a tanulók, utána alapvizsgát tesznek, és utána választja a számára alkalmas szakmát. Az alapvizsgának ugye az a lényege tulajdonképpen, hogy kiderüljön, hogy melyikhez van igazából kedve, tehetsége, kézügyessége a tanulónak. Az érettségis rendszerben azt jelenti, hogy 9-10-ben alapvizsgáznak a gyerekek, vagyis 2 év után fogják ezt a megmérettetést megcsinálni, és utána kell szakmát választaniuk. Talán egy kicsit érettebbek lesznek 10-ben, mint ugye 8. után, amikor már el kellett dönteni, hogy milyen szakmát választanak. Pálinkásné Szalai Andrea, a képzésvezetője azt mondja, a szépészeti szakmák mindig népszerűek voltak a diákok körében, és jelenleg is azok. Érettségi utáni képzésben 36 tanulónk van, összesen elsős-másodikos képzésben, és a szépészetes osztályoknak is 26-28-as létszámmal működnek. A fodrász is újból elég népszerű lett, hál' Istennek, úgyhogy elég jól állunk a szépészetes szakmákkal. Hát reméljük, hogy minél több tanuló marad meg a szakmában, a szakmaválasztás után is. Mint ismeretes, teljesen átalakította a kormány a szakképzési rendszert annak érdekében, hogy minél többen válasszák azt, és tanuljanak szakmát. A szakgimnáziumok helyett technikumok jöttek létre. Az 5 éves képzés alatt a diákok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Továbbá nyitva áll a továbbtanulás lehetősége is. Az elméletet is szinte a gyakorlattal együtt kell tanítanunk, ami azt jelenti, hogy ugye pont ez a lényege, hogy nem lehet külön választani. Tehát ha gyakorlati anyagot megtanítjuk, például egy bekészítés vagy egy kezelés során, akkor mindjárt annak az elméletét, anyagismeretét, munkavédelmi előírásokat és bármilyen marketing tevékenységet, ami annak kapcsán előjön. Tehát tulajdonképpen mindent a gyakorlatra helyezünk. Hát azt tudni kell, hogy a szépészetes tanulók 9-10-ben ezt így biztos, hogy sokkal könnyebben fogják venni, hiszen az elmélet és a gyakorlat szétválasztásánál is nagyon jól látszott, hogy akinek az elmélettel komoly problémái voltak, annak a gyakorlattal nem feltétlenül, sőt, hát ugye a gyakorlatot azért mindig mindenki sokkal jobban szerette. Országos versenyeken, sminkversenyen, pécsi régiós versenyeken mondhatjuk azt, hogy szoktunk nyerni. Aztán tanulmányi elméleti versenyeken, diákolimpián voltunk 2 évvel az előző osztályommal, ahol szintén az egy csapatverseny volt, és első-második helyet hoztunk el, illetve hát tavaly ért az a megtiszteltetés, hogy a Wörz kész válogatóra meghívást kaptam, és 2 tanulóval vehettünk részt, Pilisi Rékával és Kocsán Krisztinával. Nagyon sokat készültünk, sokat tanultak a lányok, nagyon szépen helytáltak a versenyen, tovább nem jutottak sajnos, de az idei Euroskill válogatóra kvalifikálták magukat. Nagy megtiszteltetésért, mikor megtudtam, hogy képviseltem az iskolánkat ezen a World Skills válogatón,
és hát igazából a felkészülési idő nagyon jól telt, nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem, mint elméletben, mint tapasztalatban is. Hiányzik ez az időszak nagyon. Sok új anyaggal ismerkedhettem meg, mármint kozmetikai anyagokkal, meg nagyon sok gyakorlati új ismeretet is szereztem. A versenynek volt egy része, amikor testmasszírozást kellett csinálnunk. Itt is speciális anyagokkal dolgozhattunk. Aztán kellett egy különleges anti-aging kezelést elvégeznünk, és egy ázsiai témájú sminket készíthettünk el. Aztán egy olyan gyantával kellett gyantáznunk, aminek cukorgyanta a neve, szóval ilyennel még nem dolgoztam eddig, itt ismerkedtem meg a felkészülési idő alatt. Az iskola tanulói már nagyon készülnek a következő megmérettetésre, jelenleg folynak a felkészítő órák.